Február 12-e és 15-e között rendezték meg Budapesten a nagy népszerűségnek örvendő FEHOVA, vagyis fegyverhorgász-vadász kiállítást, ahol a Főnix televízió munkatársa Szabó Gábor készített felvételeket. A Tiszatavi Sporthorgász Kft. Évek óta kiállító a vásárban, ezért itthon február 16-án megkérdeztük Szabó Istvánt, a társaság marketing menedzserét, hogyan készültek fel a rendezvényre, és milyen tapasztalatokkal tértek haza. Hogyan kell fölkészülniük egy ilyen országos, hatalmas kiállításra? Milyen eszközökkel, tárgyi, személyi feltételek? Egy ilyen nagy kiállításra elég sok mindennel szoktunk készülni. Az idei évben, ahogy az elmúlt évben is Pecsesúri horgászprogram résztvevőinek szerveztünk programokat, ez volt a fő attrakciója a Sporthorgász Kft.-nek, és hetekkel ezelőtt elkezdtük a szervezést, a Hung Expo-val leültünk tárgyalni a területről, együttműködő partnereinkkel is tárgyaltunk azzal kapcsolatban, hogy mivel tudnák segíteni ezt a rendezvényt, és hál' Istennek nagyon eredményesen sikerültek ezek a tárgyalások, így létrejöhetett egy színvonalas program, amihez az Expo területet biztosított, ami társaságunk a gyerekeket hozta, és a személyi feltételeket biztosította a programok lebonyolításához. Az Energofish Kft., ha így megemlíthetem, ők pedig rengeteg ajándékot adtak a gyerekeknek, sapkákat, horgászfelszereléseket, mindenféle apróságot, aminek nagyon örültek. Úgyhogy egy ilyen széleskörű összefogással jött létre az idei FEHOVA kiállítás, ami még hozzátartozik azt, hogy a társaságunktól 4 fő minden nap ott volt a standon, és a gyerekeknek a program szervezése mellett horgászengedély árusítással, horgászok informálásával és a tisztató népszerűsítésével foglalkozott ez a kis csapat. Úgy tudom, hogy most külön pavilonba kerültek a horgászattal foglalkozó kiállítók. Ez mit jelentett az önök számára? Több volt a hely esetleg, vagy érdekesebb volt, hogy együtt egy helyen van a horgász? Én úgy gondolom, hogy jobb volt így, mint az utóbbi években, amikor az A pavilonban megosztva volt a területe a vadászokkal. Most ebben az évben a vadászat kapta meg az egész A pavilont, ami egy nagyobb területet jelent. A kisebb részen pedig egy körülbelül fel akkora pavilonban kapott helyet a horgászat. Kényelmesebben elfért minden kiállító, és így igazából tényleg csak a horgászat iránt érdeklődők fordultak meg ott nálunk. Talán nem volt akkora zsúfolt az egész terület, viszont én úgy érzem, hogy látogatószámban sokkal többen jöttek oda, akár a mi standunkhoz is érdeklődők. Mi az, amit szórólapot tudtak vinni? Nem tudom, a Kft. Maga készíte ilyeneket, vagy Turizmus ZRT esetleg segítette, mert aki esetleg tényleg nem volt még soha a Tiszatónál, lehet, hogy annak a figyelmét föl lehet hívni, avval egy látványos, színes szórólapot kap a kezébe. A társaságunk saját szórólapokkal készült, egy 4 oldalas kiadványunk van a tiszatavi horgászatról, aminek a gerincét egy térkép adja, egy tiszató térkép, ami már egy alaptájékozódásra alkalmas, valamint fel vannak tüntetve rajta a kifogható halak és az ő rájuk vonatkozó méretkorlátozások, tilalmi időszakok. Ezt a kiadványt elkészítettük összesen 6 nyelven, nyilván magyarul, de elkészült angolul, németül, lengyelül, csehül, szlovákul és románul is, tehát mindenféle nyelven oda tudtuk adni a látogatóknak. Ezen kívül turista horgászjegyet népszerűsítő apró kiadványunk volt még kint, valamint az összes többi tiszatavi szolgáltatónak is, aki adott számunkra kiadványt, azokat is a standunkra tettük, tehát adtunk szállásokkal kapcsolatos vagy általános tiszatavat népszerűsítő kiadványokat is. Milyen volt az érdeklődés a területi jegyek iránt? Feltételezem, hogy árusítottak ott is. Igen, árusítottunk, az idei évtől készpénzzel is meg tudták itt a kiállításon vásárolni a jegyeinket, és minden nap volt vásárlónk, ami érdekesség, hogy szépkártyás vásárlást is lehetővé tettünk, ez iránt is érdeklődtek, azt hiszem ebből volt még több is, mint a készpénzesből. Gyerekeket hogyan próbálták meg csábítani, fölkelteni az érdeklődésüket? A pecsesúrisokon kívül is fogadtuk a gyerekeket, nekik egy kis horgásztatót készítettünk, aki ezt helyesen kitöltötte, az egész évre szóló ingyenes horgászjegyet kapott, tehát egész évre szóló gyerekjegyet kapott díjmentesen, ebből is akadt jó néhány, főleg a szombati és a vasárnapi napokon jöttek családok is. Úgy tudom, hogy be is mutatták valamilyen reprezentatív formában a tiszatavi pecsesúrit. Ez hogyan sikerült, hogyan képzeljük el, mivel tudtak érdeklődést felkelteni?
Elvittük azokat a kis tananyagokat, segédanyagokat és munkafüzeteket, amiket a gyerekeknek is adunk az iskolában. Ezeket megmutattuk az érdeklődőknek. Számos dunántúli település is jelezte, hogy ha esetleg lehetőség lesz, csatlakozna, vagy hogy milyen jó a program, és szeretnének ők is valami hasonlót. Távolabbi kelet-magyarországi horgászegyesületi képviselők is érdeklődve figyelték a PECA sulit, hogy miről is szól. Rengeteg személyes információ csere is történt. Én úgy gondolom, hogy ön már nem először vett részt a Fehuván. Hogyan lehet újdonságokat bevezetni, vagy kitalálni, hogy még érdekesebb legyen, hogy még több embert vonzon? Volt most vagy esetleg valami olyan ötletük, ami máshol talán nem jelent? Minden évben igyekszünk egy kicsit változtatni, újítani, módosítani. Az idei évben forradalmi újítás nem volt. Ugye a tavalyi PECA-sulis kirándulást fejlesztettük egy kicsit tovább. Jóval nagyobb területről kellett a gyerekeket összeszedni és invitálni, hogy jöjjenek. Ebben itt talán a módszerben volt egy kis trükk, amivel könnyen tudtuk mozgósítani őket. A helyi önkormányzatokat szólítottuk meg. Minden egyes önkormányzatnak írtunk egy levelet, hogy amennyiben lehetőségük van, akkor támogassák a helyi PECA-sulis csoportot az utazásban, és rengetegen, nagyon sok kis település is felajánlott a mikrobuszt, ami az önkormányzat tulajdonában van, és biztosította a gyerekek utazását. Ez egy ilyen újítás volt, valamint új marketing eszközökkel, nagy molinókkal és hatalmas 5 méteres zászlókkal raktuk körbe a standunkat. Azt, amint a vágóképeken is látszik, ez egy teljesen új dolog volt most. Ha már a gyerekekről beszélünk, azon kívül, hogy nekik ez egy nagyszerű szórakozás volt, esetleg volt arra lehetőség, hogy gyerekek ott gyerekekkel beszélgessenek? Tehát oda jött egy család 2 gyerekkel, és akkor nem a felnőttek beszélgettek velük, hanem esetleg a gyerekek elmesélték a saját élményeiket, elmesélték, hogy ez a PECA-suli, ez miért jó dolog. Igen, ugye minden 4 nap a csütörtöktől vasárnapig fogadtuk a csoportokat, és itt találkozott a Csongrádi PECA-sulis a Tokaival, találkozott a Mezőcsáti a Tiszafüredivel, és a gyerekek persze akár a Pergetőmedence körül egy horgász bemutató közben is beszélgettek egymással, tehát akár ilyen kapcsolatok is létrejöhettek. Ami még egy jó esemény volt, az Szilvási Szilárd fédervilágbajnok bemutatója volt, nagyon élvezték a gyerekek, és egy tiszaszőlősi kisfiú meg is kapta tőle azt a szereléket, mert egy kérdésére jól válaszolt. Ez a Pergetőmedence, ez teljesen új, vagy már korábban is építettek ilyen? Volt ilyen, ez egy egyszerű kis, körülbelül 2x10 méteres medence, amiben jól láthatóak a csalik, amiket a pergetők vezetnek. Itt bemutatókat tartottak, de persze finom szerelékes horgászathoz, minden máshoz is alkalmas volt ez bemutatózásra, ez a medence. Vontak-e lekövetkeztetéseket az eltelt egy napban tulajdonképpen? Milyen tapasztalatuk volt elmúlt évekhez képest? Mennyivel több volt az érdeklődő esetleg? Hogyan értékelte maga a társaság és a munkatársak a kiállításon való részvételt? A legfőbb konklúzió az, hogy mindenképpen részt kell vennünk ezen a kiállításon. Ez a legrangosabb, legrégebbi szervezésű horgászkiállítás. Továbbra is ilyen formában tervezzük a részvételünket, hogy a gyerekeket helyezzük a középpontba. Összességében úgy gondolom, hogy kevesebben semmiképpen nem voltak, mint az előző években. A pontos látogatói létszámot nem tudunk mérni, de ráérzésből azt mondom, hogy a péntek, szombat, vasárnap azok mind-mind erős napok voltak. A csütörtök az régen szakmai napnak volt nevezhető, akkor viszont a PECA-sulisokkal telt meg a standunk, akkor több mint 80 gyerek volt nálunk egyszerre, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy sikeres kiállításon vagyunk túl. Örülök neki, hogy tudtunk erről beszélgetni, és ha már itt vagyunk a víz mellett, még egy kérdés. Milyen most a horgász látogatottság a tó körül, és mikor várható, hogy többen útra kelnek és lejönnek ide horgászni? Most a februári időszakban viszonylag kevesenben vannak, még a tél elejéhez képest is. Ennek az egyetlen egy oka az időjárás. A korábbi időjárásból következően egy árhullám volt levonulóban a Tiszán, ami most már ugyan az áradás, meg az azt követő apadás is végül is véget ért. Beállt a Tiszának a szintje a téli vízszintre, viszont még a zavarosodás miatt nagyon kevesen tudnak a folyón horgászni. Várhatóan ennek a hétnek a végére már letisztul a folyó, úgyhogy a süllőtilalomig még sok süllőhorgászt várunk, és itt az összes többi víz, a holtágak, a morotfák nagy része még be van fagyva, az éjszakai fagyok miatt nem tudnak a horgászok itt horgászni, mert a napi
a napközbeni felmelegedés után sem olvad ki annyira, hogy horgászható helyek legyenek. Léghorgászatra meg már nem alkalmas. Így van, léghorgászatra meg már nem alkalmas, mert annyit meg nem hízik éjszakánként a jég, hogy rá lehessen menni. Egyáltalán nem biztonságos, sőt veszélyes is, úgyhogy senki nem menjen a jégre. És ez nagyon fontos, amit most mondott, egy figyelemfelhívás, hogy vigyázzunk magunkra. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Köszönjük a lehetőséget, mi is.